Szervusztok! Ismét a tengerfenék nyugalmával köszöntelek benneteket, és tekintve, hogy ez már az ötödik epizód, gondoltam akkor egy lejátszási listába rendezem a fárszkályos videókat, így mindenki kedvére gyönyörködhet bennük. Na, a mai részben gondoltam lemerülök picit a tengerfenekére. Ez viszont szükségem lesz némi felszerelésre, amint azt megtaláltam. Ó, nagyszerű, itt van minden. Csodás mes, és itt van nálunk a jó kis vízi propellerünk is. Na hát akkor merüljünk mélyre, ahol még ember sose járt azelőtt, vagy ha járt is, akkor tagadja. Hoppá, valami ott úszik. Ó, a cápa. Na, akkor ezt itt lerakom, csak hogy legyen egy kis hely az inventoriba, ezt a szutykot oda be. Jó, hát akkor induljunk el. Vetek egy pillantást a térképre. Jó. Hát akkor merre menjünk? Mondjuk induljunk el erre. A barakúdákkal, csak óvatosan. Nem akarom, hogy seggbe harapjanak. Kaja az van nálam dögivel. Ó, és ahogy nézem, ott is lesz azért valami. Ó, cápa 12 óránál és delfinek is. Ú, milyen szépen megfér, békésen megférnek egymás mellett a cápák és a delfinek itt. Jó, erre tovább. Közben teljesen jó, nyugi zene szól. Na, viszek... Vagy hát megpróbálom kifúrni ezt a szén lerakatot. Csak hogy legyen nálam pár szén. Ugyanis a tenger felekén én elhagyatott mélytengeri bázisokat fogok keresni elsősorban, amiket megjavíthatok, és akkor ott is leköltözhetek a mélybe. Na jó, a ruhám az 350 méterig bírja a nyomást. Hoppá, 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 ott egy prajcápa. Ott úszik. Jó, nem szúrt ki, jól van. Közben találtam egy kis pénzt. Na, felkészültetek? Mert lemerülünk. Már 130 méter mélyen vagyunk. És itt van az igazi mélység. Geronimo! Azért ezt a valóságban senki se próbálja ki, mert a keszon betegségben meg belepusztul, azt garantálom. Na, itt vagyunk már lent, egy szektorral mélyebben. És ahogy nézem, ott is van valami bánya. Gyémánt bánya. Ja, itt vannak a gyémánt rudak. Ezt gyorsan ki is furom. Nem biztos, hogy oda le kéne menni. Főleg, hogyha itt nem tudom, hogy mikor sötétedik be. Milyen jó kis zene szól közben. Nem tudom, hogy halljátok-e. Na, a ruhám az 350 méterig bírja. Jó, 275. Ó, és itt vagyok lenn a legmélyebb bugyrokban, és 300 méter mélyen. Na, és látjátok, itt van ez a magnezit, ez a harmadik férc típus. Itt bányázhatunk, és akkor ebből be is tározok most. Hoppá! Ujjaj! Barátságtalan óriás polipok! Csak ne szúrjanak ki! Hoppá, meg világítos halak! Világítos óriás halak! Szerintem elektromosak is, ja! Egy óriás világítós lepényhal! A lepényhal meg utoljára! Ujjajajajajajaj! Octopus. Giant octopus. Itt nagyon közel úsznak el. Remélem ezek nem fognak bántani. Hoppá!
Ugye ez nem engem akarod bántani. Közben fagy az oxigénem, úgyhogy itt gyorsan valami megoldást kell találnom, mert itt egyre barátságtalanabbak ezek az a tengeri lények. Ah, de azért szép itt len. Teljesen más bióm van itt len. Nekem tetszik. Na jó, csak miközben itt eltévedek teljesen a tengerfenekén és megfulladok. Vetek egy ósza pillanatást a térképre. Jó, hát ott van egy mély tengeri állomás. Jó, hát én erre megyek tovább. Azért bekészítem a szigony puskát, ki tudja. Mivel talán itt szembe magam. Csak fogy az oxigén rohadtul. Hoppá, 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 hoppá. Ott is egy elektromos hal. Remélem, ujjaj, ujjaj. Ez már közel, nagyon közel van. Hújjúj. Para. Oh! Egyre több. És ebben a játékmódban meghalok, akkor nem éledek újra. Na ezt gyorsan kifúrom. Ojaj! Spuri! A polipok agresszívak lettek, mert kifúrtam azt a kristályt. Jézusom, üldöznek az óriás polipok! Jesszusom, mi történt? Valami megharapott. Jesszus! Támad a polip! Na gyorsan be a csákját. Jó, ebből 20 van equip. Na gyere, most gyere! Agresszív polip, jesszusom, ez is! Jó, együnk gyorsan cápa húst. Ez felgyógyít. Úristen, merre? Jó, totál ellenkező irány. Ezek az óriás polipok nagyon agresszívak. Ajjajjaj, el innen. Ott egy bázis. Jó, még egy cápa húst, csak a rendkedvéért. Jó, ide be. Hol mehetek be? Ez az, uff. Jaj, ne. Jaj, ne. Ne. Jó, benn vagyok. Hú, ezek itt döngetik. Meg kell javítanom gyorsan ezt a kasznit, mert itt fogok megdögleni. Ezek tényleg döngetik a falát. Fogy az oxigénem, alig egy percre maradt elegendő. Jesszusom! Na, javítanom kell. El fog fogyni az oxigénem. Jó, itt tudok javítani. Ez az. Ujjajjajjaj. Mi az? Kiszorultam? Ujjajjajjaj. Ujjaj. Most mi lesz velem? Ó, és itt még itt falon átütnek. Ó, de viszont ez para. Viszont nekem fagy az oxigénem. Sőt, elfagyott, úgyhogy most vagy lemegy a vízszint, vagy nekem annyi.
Ajjaj. Ég veled, kegyetlen világ. Na mi az? Nem tudom elbontani. Oh. Hát ez nagyon kemény volt. Hű. Megfulladtam. Na hát, a polipokkal vigyázni kell, mert nagyon keményen ostromolják itt az embert. Na hát, egy izgalom után szerintem már elég is lesz, és akkor egy vadonatúj sandbox üzemmódba fogom folytatni. És akkor ott már tényleg mindent nulláról kezdek, de ez jó pofa volt. Hát szerintem elkezdem most. Úristen, megfulladtam. Aj. Na, itt vagyunk, és akkor egyből kapunk egy ilyen kezdő bázist. Ahogy nézem, amit lehelyezhetünk bárhol. Na, akkor keresünk egy jó alkalmas területet. Járunk, kelünk. Ahogy nézem, egy baromi magas sziklaszirten kezdünk. Halak mindenütt. Ó, van erre valamerre tovább? Nem hinném. Na jó, hát akkor kénytelen vagyok itt letelepedni. Cápák sincsenek. Azt a nem jóját. Körbevettek. Jó, hát akkor muszáj vagyok itt lerakni. Mese nincsen. Legalább fémem az lesz. Jó, hát itt akkor viszont már mélységi búvárkodás lesz ezerrel. Ez laza volt. Jó, hát akkor menjünk be. Jó, azért egy workshopunk azért van. Hála égnek. Jó, hát akkor most fémet kell kerítenem. Tup 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 tup. Nem rossz. Jó, most kifurok egy adag fémet. Jó lesz az. Aztán majd kaja is kéne. Minél sürgősebben, mert ilyen fogok veszni. Na, így viszont már para. Nincs semmi láda, ami segítene nekünk a túlélésben, hanem tényleg az van, amit mi elkapunk magunknak. Jó, egy eszköz. Eszköz készítő. Hát egy full minimál kis panelben vagyunk. Jó, na, egy kés, az még megy. Jó. Késünk van, akkor ezzel vágunk egy kis halacskát. Na, ahogy nézem, cápák sincsenek errefele. Na, ne fuss el, halacska! Ó, kivágtunk egy kis tengeri zöldséget. Ó, hogy az a óriás barakúda. Na jó, ide vissza, kicsit lerázzuk. Na, a következő az egy furniture workshop, 15 darab fémért. Jó, legalább az alap kiskéssel megvédhetem magam, ha nagyon muszáj. De hát valószínűleg nagyon hamar le kell mennem a mélységbe. Jó, gyorsan fogy az oxigén is. Oké, akkor most jött a furniture.
Ezzel valószínűleg már fogok tudni egy kályhát készíteni. Aha, mi kell hozzá? Vűréz. Hát akkor nem. Részkályhával nem telik. Jó, akkor viszont kell egy equipment workshop is. Na, fúrjunk tovább. Most egy olyan 30, vagy inkább 50 darab fémércet fogok összeszedni. Akkor abból kijön a munkapad, meg még az új eszközök is. Legalábbis remélem. Hát ez egy kicsit uncsi most így. Egy óriás cápa. Jó, jöhet a furniture. Jaj, de hülye vagyok, nem azt kellett volna, hanem ezt, equipmentet. Na mindegy, most már dupla lett. Na, és akkor kell nekünk arany. Hű, hát akkor nem fogunk messze jutni, ha nem találok aranyat vagy rezet. És mindegyikhez kell arany. Ja, mindegyikhez kell. Hát akkor mese nincs, lejjebb kell hatolnom. Hát lehet hamarabb halok, mint terveztem. Na nézzük, meddig vagyok vízálló. Szerintem olyan. Ajjaj, 125 méter. Ez veszélyes, otthon ki ne próbáljátok. Ott vannak a mély tengeri... Ajjajjaj, be fog repedni a búrám. Ajjaj, hát itt fogok meghalni akkor. Ez a térkép nem a legjobb. Ajjajjaj. Ajjaj, tessék, kezd berepedni a cucc. Új, ennyi, kész, nem bírta a nyomást. Kemény ez a játék. De jó van, most viszont már tényleg elkezdenek. Hát ma is tanultunk egy új dolgot. Akkor szerintem kezdek majd egy új Survivor módot, egy másik pályatípusom, mert ez így elég esélytelennek tűnik. Aztán innen folytatjuk. Sziasztok!